reggeli gyors. Nem marad le semmiről. 8 óra 12 perc, jó reggelt mindenkinek. Folyton-e körül keringünk, hogy tudunk-e eleget? Egyáltalán mit tudunk, azok az információk, amiket kapunk, mennyire manipulatívek, szűrtek, vagy mennyire irányítottak? Egyáltalán mit akar tőlünk a központi kommunikáció? Mit tagad el tőlünk? Mit rejt el? Itt van velünk Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát nem mindig igazságos a kérdés, amivel az ellenzékhez fordulunk, de hát mégiscsak meg kell kérdeznünk, hogy és az ellenzék mit tehet az ügyben, hogy ne titkolózhassanak például a kórházakból való elbocsátások ügyében, vagy más hasonló ügyekben? Hát kérdezünk, ugye ez az egyetlen egy lehetőségünk van. Országgyűlési képviselőnként kérdezhetjük a minisztériumokat, és kérdezhetjük azokat az állami fenntartású intézményeket, mint például a kórházak, amit én is megtettem. Ugye 91 kórháztól kérdeztem, 4-5 kérdést tettem föl a kórházi ágyak felszabadítása, vagy inkább a beteg emberek hazaküldésével kapcsolatban. Nem csak arról tettem föl kérdést, hogy hány ágyat szabadítottak és hány aktív ágy áll rendelkezésükre a kórházaknak, hanem például azt is, hogy értesítették-e az önkormányzatokat arról, hogy ápolásra szóló idős betegek kerülnek ki az ellátóintézményből, vagy hogy tesztelték-e őket, mielőtt otthonukba bocsátották a beteg embereket. Erre nem kaptam választ, illetve mindenhonnan azt a választ kaptam, hogy forduljak az operatív törzshöz. Április 17-én küldtem el a kérdést, és ezekből a válaszokból azért mégiscsak kiderült, hogy 18-án megszületett egy minisztériumi utasítás, hogy engem nem lehet tájékoztatni, nem lehet ezeket az adatokat kiadni. Amúgy ezek az adatok rendelkezésre állnak, mert az is kiderült az egyik válaszból, hogy napi szinten tesznek jelentést a kórházi ágykapacitásról az EMMI egészségért felelős államtitkárságának, de nem ismerhetjük meg ezeket az adatokat, holott nekem meggyőződésem, és nagyon sokszor hangsúlyoztam én is, politikus társaim is, ellenzéki politikusok, hogy a járvány elleni küzdelemben a teljes körű nyílt és őszinte kommunikáció az a védekezés segíti, az eltitkolás, az adatoknak a visszatartása, az pedig akadályozza a védekezést, úgyhogy teljesen értetlenül állok ezelőtt. Az operatív törzsnek is föltettem ezeket a kérdéseket, a mai napig nem kaptam rá választ. Hát maradnak a történetek, mert ugye 30 ezeres számot szoktak emlegetni, tehát ezt se tudjuk, hogy pontos-e, hogy tudnék hány embert küldtek el a kórházakból. Hát akik... a miniszterelnök 11 ezer beteg emberről tett említést. Hát legyen csak annyi, az is rettenetesen sok, és ezek mind külön történetek sok. A társadalomban, hogy hazaküldték a apámat, a húgomat, a nővéremet, vagy éppen nem állítják be a gyógyszerét az öcsémnek, mert nem foglalkoznak mással, csak a koronavírusos betegekkel. Ezek a történetek nem segítenek a kormánynak, mert ugye csak dagasztanak egy olyan nem tudást, ami hát gyanakváshoz vezet a kormányzattal kapcsolatban. Így van, de említhetném azt is, hogy ugye a védekezésre elköltött eddig több 100 milliárd forintnak a felhasználási útjait sem látjuk, hiába tesszük fel a kérdéseket. Ugye Szijjártó Péter hetente bejár a parlamentbe, és több 10 milliós tételekről ad beszámolót, de nem tudjuk, hogy ez mennyibe került, az adófizetők ezért mennyit fizettek, kik voltak ebben közreműködő kereskedelmi partnerek, kik azok, akik esetleg ebből a hasznot is akár lefölözik, tehát teljesen sajnos az a meggyőződés erősödik bennem is, és ugye ami eddig is jellemző volt, hogy ez az államilag szervezett korrupciós rendszer, ez működik. Nem tudjuk, hogy a közpénzek hova mennek, nem tudjuk, hogy a beteg emberekkel mi történik. Ezt is nagyon sokszor elmondtuk, hogy az embert kell nézni, tehát nem statisztikai számokról beszélünk, hanem emberekről, ahogy ön is említette, valós történetekről. Én értem, hogy hadgyakorlat van, meg hadi helyzet van, na de hát a hadi titkok, azokat ugye az ellenségtől kell eltitkolni, de az ellenség az most egy vírus, tehát nem tudom, hogy a vírus előtt kell titkolózni. Én nekem sajnos az a véleményem, hogy a magyar emberek előtt titkolóznak, nem nyílt és nem őszinte a kommunikáció. Nagyon sokat lehet arról is hallani, hogy most vállalkozások próbálnak kinyitni, újra felvenni a munkát, de bizonytalanok, nincsen védőfelszerelésük, nem tudják, hogy mi az a protokoll, amit nekik követni kéne, hogy újra
munkába tudjanak állni, hogy ezek azok a kis mikrovállalkozások, vagy akár egyéni vállalkozások, amelyek beszüntették a munkát, de ugye a számlák érkeznek, nekik a bevételre lenne szükség, de nem kapnak semmilyen segítséget, és most nem csak az anyagi segítségre gondolok, hogy a kormányzat milyen szűk markú itt a válságkezéssel kapcsolatban, hanem információ sem jutnak, nem tudjuk, mire lehet számítani, majd bejelentenek egy nagy tervet, megint egy haditervet, de a részleteket eltitkolják, az emberek nem tudnak mihez alkalmazkodni. Ezért mi csak kérdezünk, én is kérdezek, és amit még ma Magyarország a jogszabályi lehetőségek megadnak, azzal élni fogunk, tehát közérdekű adatigénylés, akár bírósági eljárás, de ilyen helyzetben azt gondolom, hogy a legjobb út és a legjobb megoldás az őszinte teljes körű nyílt tájékoztatás, kommunikáció lenne, hiszen közösen védekezünk, mindenki védi a családjának, hozzátartozóinak az életét, egészségét, a saját egészségét, saját életét, de nem kapunk elő információt, és egészen felháborító, amit ezzel a titkolózással csinálnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További órát. Én is köszönöm szépen. Minden jót. Tóth Bertalant hallották, az MSZP elnökét.